Szeretettel köszöntelek az Inkscape használatát bemutató videósorozat következő részében. A múltkori ígéretemnek megfelelően a mai napon az alakzatok, illetve hát a kitöltött útvonalakkal végezhető műveleteket, az uniót, a különbséget, a metszetet és a kizárást fogjuk megnézni. Ugye az egy korábbi videóban bemutattam a felosztás és az elvágás lehetőségét, most pedig a másik négyel fogunk foglalkozni. Ahhoz, hogy ezt a videót, ezt a gyakorlatot végre tudjuk hajtani, ahhoz tegyük meg a következőt. Ugyanezeket az elemeket még nem tanultuk, de nem túl bonyolult, ahogy elmagyarázom, mindenki tudni fogja majd őket használni. Először is vágjuk ki az úgynevezett téglalapok vagy négyzetek rajzeszközt. Valahova az egér bal gombjának lenyomásával és a nyomvatartásával induljunk el jobbra lefelé, és rajzoljunk valamekkora tetszőleges négyszöget, teljesen mindegy, hogy mekkorát. Rajzoljunk egy darab négyszöget, én gyorsan rajzoltam hárat, ki is törlöm őket. Ha ez megvan, akkor a adott objektum tulajdonságait kezelő eszköz sávban módosítás alatt a szélességet állítsuk 120, és a magasságot is állítsuk 120 pixel nagyságúra. Ha ezzel megvagyunk, válasszuk ki a kiválasztási kont, és kattintsunk egy üres területre. A következő feladat, amit végre kéne hajtanunk, az ugyanez egy kör, illetve ellipszis megrajzolása. Itt is kattintsunk a rajzeszközre, menjünk valahova az üres térbe, nyomjuk le az egér bal gombját, balra lefele mozduljunk el, és egy valamilyen ívet, körívet hozzunk létre. Ha ezzel megvagyunk, akkor ugyanaz a játék, mint az előbb. Itt most csak sugarat kell megadni, tehát az előbbi 120, hogy ugyanakkor legyen a területe, ez ugye 60 egység az X és 60 egység az Y irányú sugara a körünknek. Ha ezzel megvagyunk, kiválasztó üdemmód, és egy üres területen kattintsunk. Tegyük meg azt, hogy az igazítás ikonok közül bekapcsoljuk a fogópontoknak az ikonjait, illetve a középre igazítás ikonját is kapcsoljuk be, légy szíves. Jelöljük ki a kört, alakítsuk át a belterületét, a kitöltését pirosra, majd nagyjából a közepénél fogjuk meg, és induljunk el a négyzetünk jobb alsó sarka felé, és amikor az igazítás ikonja megjelenik, akkor engedjük el. Ezzel létrehoztunk egy úgynevezett alapobjektumot és egy maszk objektumot, és majd meglátjuk, hogy mire lesznek ezek jók. Jó? Na, első körben jelöljük ki ezt a két ikont, és mondjuk azt neki, hogy a Ctrl D billentyű segítségével készítsünk róluk egy másolatot, majd másoljuk le őket a 25-25 koordinátájú pontra. Ha ezzel meg vagyunk, akkor nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ugye megbeszéltük, hogy az útvonal műveleteknél valakivel végrehajtjuk a műveletet. Akivel végrehajtjuk a műveletet, mindig neki kell felül lenni, tehát erre figyeljünk. Na, akkor jelöljük ki a két ikont együtt, és mondjuk azt neki, hogy legyen unió a dologból. Ebben az esetben ugye mindig akin végrehajtjuk, az ő tulajdonságai a fontosak. Tehát ebben a pillanatban, ha összeadjuk őket, az unió ezt jelenti, akkor létrejön egy olyan síkidom, amely mind a két elemet tartalmazza. Ha én most csomópont kijelölési módba kerülök, akkor látszik, hogy a határai ennek az objektumnak milyen vonalakból állnak. Ugye értelemszerűen ez a vonal itt egyenes, ez egyenes, ez egyenes, ez egyenes, ez ív, és ez is ív. Jó, ha ezzel megvagyunk, akkor menjünk kijelölő módba, újra válasszuk ki a két eredeti objektumunkat, újra Ctrl-D-vel készítsünk róluk egy másolatot, majd tegyük le őket, légy szíves, a 225-ös pontra, bocs, az kicsit kevés lesz, akkor tegyük egy picit arrébb őket, 250. Jó, ha ezzel megvagyunk, ugye, ő rajta hajtjuk végre, ő vele hajtjuk végre, jelöljük ki a két objektumot, és nézzük meg, mi van akkor, ha ezeknek a különbségét képezzük. Magyarán szólva, a kék négyszögemből kivontam
a pirossal azonos területű részét. Tehát képeztem a különbségét. Jó, ismét jelöljük ki a két eredeti objektumunkat, Ctrl-D. Ugye 225-et kellett hozzáadnunk, akkor 250 vagy 225 az 475 nálam, és 25, nagyjából jók is vagyunk. Rendben. Ő rajta végezzük el, ő vele, ő van fölül. Következő elem a metszet. A metszet rész, mint látszik, csak azt az objektumot hagyja meg, amelyen a két objektum, amelyik területen a két objektum fedésben volt egymással. Tehát magyarán szólva a metszetek, metszékét adja meg ennek az objektumnak. Jó, jelöljük ki újra a két objektumunkat, Ctrl-D. Ugye most vagyok bajba, 475 meg 25, az a 225 az ugye 6, az 700 környékén van, és ugye továbbra is 25. Jó. A negyedik műveletünk pedig nem más, mint a kizárás. Na nézzük, mi a kizárás művelete. Útvonal kizárás. Ugye magyarán szólva a két objektumnak, ez a kizárás, ez ellentéte a metszéknek. A kizárás az azt az elemrészt nem rajzolja meg, amely elemrész fedésben volt a két idomunk esetében, a két útvonalunk esetében. Tehát unió, különbség, metszet és kizárás. Nézzük meg, mi van, ha a két objektumot fölcseréljük egymással. Magyarán szólva a négyzetünk lesz a metszék, és a körünk lesz az úgynevezett, bocsánat, a négyzetünk lesz a maszk, és a körünk lesz az alapobjektum. Ezt a két elemet ugye mindig a pirosnak kell fölül lennie, tehát azzal, amivel végezzük a műveletet. Akkor gyorsan le is másolom, Ctrl-D, ugye az első, azt emlékszünk rá, 25-ön volt, és akkor ezt letesszük mondjuk 300-ra, Ctrl-D, gyorsan mindjárt meg is csinálom a másolatokat, Ctrl-D, ugye 475, és Ctrl-D, ugye 700. No, ugyanúgy végezzük el a műveleteket, tehát most az alapobjektumunk a kör, és a, amivel végrehajtjuk a különböző útvonal műveleteket, az a négyzet. Tehát az első, az az úgynevezett unió. Látjuk, hogy teljesen mindegy, hogy mely kellemmel próbálom meg manipulálni, az unió az mindig ugyanaz az eredményt hozza. Nézzük, mi lesz a különbség. Ugye ebben az esetben az alapelemem a kör volt, és a körből vágja ki azt a részt, amit a négyzet lefedett a körből. Metszet ugyanaz, ugye mint az előbb, látszik. Tehát látszik, hogy van egy műveletünk az unió, és van egy műveletünk a metszet, amely teljesen mindegy, hogy melyik elemet, melyik elemmel próbálom meg műveletbe hozni, a végeredmény ugyanaz. És nézzük meg az utolsó elemet, útvonal, kizárás, ugye látszik, hogy ez is pontosan ugyanazt az eredményt hozta. Tehát egy olyan műveletünk van, aminél nem mindegy, hogy melyik elemből melyik elemet vágom ki, ez pedig nem más, mint a különbség. Jó, tehát akkor mai napra akkor két elemet kijelölöm és eltörlöm, megfogom ezt a négy elemet, csoportba rendezem őket, figyelek arra, hogy az úgynevezett igazítás panelt bekapcsolom, kiválasztom a laphoz való viszonyított igazítást és berakom a lap közepére, ha ez megvan, F5-tel szépen, az ötös billentyűvel szépen középre igazítom. Jó? Tovább ez a panel nem kell, úgyhogy ezt kikapcsolom. Még egyet, és akkor be vagyok a teljesen a képernyő közepén. Tehát látszik, hogy ezekkel a műveletekkel viszonylag érdekes dolgokat tudunk ismét létrehozni. Ezeket a műveleteket is elég sűrűn szoktam használni. Az unió, különbség, ezek nagyon-nagyon sokszor előkerülő dolgok. De én azt gondolom, hogy talán a legritkábban használok az a kizárás. Jellemzően az első hármat ebből a műveleti szolgáltatási körből nagyon sokat fogjuk használni, és nagyon sokat szoktam használni, és ugyanígy van a felosztás és az elvágás is.
ebbe a körbe esik. Tehát tulajdonképpen szinte majdnem mindegyiket elég gyakran használom. Ha ezzel megvagyunk, akkor mentsük el ezt a rajzot, ugye fáj, mentés másként, ugye mindenki abban a mappába teszi, amelyekbe szeretné. Én ugye megyek a képekbe, megyek az Inkscape-be, és akkor ezek az úgynevezett alakzat műveletek, ugye ékezetek nélkül használjuk a fáj neveket, és próbáljuk meg arra figyelni, hogy a külön szóba írt fogalmakat, a külön szóba írt megjelöléseket, azokat mindig nagybetűvel kezdjük, és egybeírjuk az egészet, így biztos, hogy egyetlen operációs rendszer alatt sem lesz baj a fájlaink nevével. Jó, ez megvan, mentés. Jó, be is zárhatjuk a kezelőfelületünket. Én köszönöm a mai napi figyelmeteket. A következő órákon az eddig megtanult vonalakról megtanult tudásunkat, illetve a különböző útvonal műveletekkel kapcsolatban megtanult tudásunkat fogjuk használni, és ezzel a tudásunkkal fogunk alapvető rajzokat, művészeti, hát kicsit művészkedünk, tehát ilyen művészeti alkotásokat létrehozni. Addig is sokat gyakoroljatok, az eddigi ismeretek azért elég tág tudást, illetve elég nagy mennyiségű tudást jelentenek. Minél többet gyakoroltok, annál biztonságosabban fogjátok kezelni ezeket az eszközöket, és a későbbi videókban már nem kell ennyire szájbarágósan elmondanom, hogy mit kell csinálni. További szép napot, jó pihenést, sziasztok!